Szóval, azt mondom meg ebben a bizonyos host file-ban, engem úgy hívnak, hogy 127.001. Pont. És sok év tapasztalata mutatja, hogy ha ennél akár csak egy bittel többet ír az ember, ant már hibaforrás. Vannak, akik szeretik magát a DNS szervert fölvenni, a tűzfalat, az átjárót, a izét, a ecetet, a gép saját valódi IP címén, ezzel semmi gond nincs eddig, addig, amíg ezt valaki nem változtatja. Na most sok év után elő-elő tud ilyen fordulni, tehát általában tényleg csak azért szokták ezt az úgynevezett ETC per host file-t bekonfigurálni, hogy legalább a 107.001-nek a lefordításához már ne kelljen hálózati forgalmat regenerálni. Amit mellé bekonfigurálnak, az ugyebár a DNS, és innentől kezdve két dolgot kell beállítani. Az egyik, hogy beállítjuk az RTC per NS switch konfot, és ebben mondjuk meg, hogy pontosan mit is akarunk. Ez az NS switch conf, ez azt mondja, hogy name search switch. Tehát a név keresés során miket milyen sorrendben keresünk. Felépítése roppant egyszerű. Hosts 2.files, szó köz DNS. Ez azt mondja, hogy a hosts file keresése, lefordítom, ugye név IP cím feloldás, azt úgy oldjuk meg, hogy megnézzük a lokális file-t, majd ha nem nyert, akkor üssekül forduljunk a DNS szerverhez. Természetesen meg is fordítható a sorrend, ha mindenáron úgy döntesz, hogy itt időnként jár erre egy ember, akinek valaki rendszergazda joga van, és néha belenyúl a host file-ba. Tudod mit? Akkor DNS szóközpírás kész, el vagyok intézve. Amíg a DNS szerver él, addig kérünk adatot onnan. Jó, hát ha nem él, akkor üssekül elővesszük a lokális elállítást is. Szóval ő azt mondja meg, hogy az előbb felsorolt vagy fel nem sorolt forrásokat milyen sorrendben lehet használni, és ezek közül melyiket. Nyilván ugye a két dolog az három, mert ugye a NS switchben a milyen forrásokat, és hát attól függően, hogy hány forrást adtál meg, ugye azokat is be kell. Mint mondtam, gyakorlatban lokális host file, töltsd ki egész egyszerűen, mint említettem, IP cím, név, formájú sorokból áll, illetve az ETC resolve.conf file, amely resolve.conf file hihetetlenül bonyolult, két dolgot szoktak megadni. Mi az én DNS domain nevem, és ki az én névszerverem. Azaz egy domain név, vagy egy ennél sokkal-sokkal preferálhatóbb search név kezdetűsor. Ebben tehát azt mondom meg, hogy amikor nem adtam meg a névben domain tagot, tehát csak annyit mondtam, a mici mackót akarjuk elérni, akkor ugyan ragasszuk már hozzá azt, hogy gov.hu. A name server sort meg gondolom nem kell magyarázni, ebben azt írom elő, hogy ki az, akitől ezt az infót meg szeretném kapni. És ha az előző példából nem lett volna egyértelmű, ide az ember IP címet ír, a DNS szerver IP címét, egyébként természetesen lehet több DNS szervert is felkonfigurálni, ha szükséges. Mondjuk háromnál többet nem feltétlenül javasolt, mert mint egy globális hálózati hibánál elég lassúvá válik a rendszer, mert majd bajlóan próbálkozik. Hátha, még az se. Na most csak úgy finoman megemlítem, egy DNS lekérdezés timeoutja 90 másodperc. Úgyhogy el lehet képzelni, hogyha fölvennék 400 DNS szervert, akkor az milyen módon lelassítaná a rendszer. Technikailag egyébként általában az a jellemző, hogy amikor egy ilyen kérés így elhangzik, hogy segítsetek már, mert valami gáz van a rendszerre, hálózati probléma van, mert amikor bútol, akkor megáll az élet órákra. Bocs, nem arról van szó, hogy mondjuk 3x90 másodpercig áll. Nem három névszerver van fölkonfigurálva, nem az van beállítva, hogy is kiderül, de csak ugye bútol a rendszer, és az összes hálózati komponens használatához ugye nekiáll is névszerver tájától áll. Úgyhogy lehet vele szórakozni természetesen, ezért nem szokták nagyon túl bonyolítani ezeknek a konfigurációs fájloknak a beállításait, két névszerver általában elég. No, ennyit erről, elvileg egy órája fönt van a házi feladat, mármint hogy elérhető a házi feladat.
És hát én szívesen várok mindenki volna 2 és 4 között. Konkrétan nagyon díjaznám, ha valaki lenne, meg ő, mert jól fogok unatkozni, mondjuk ha nem jön senki, akkor csinálok mást nyilvánvaló úton. Úgyhogy természetszerűleg nem mondom, hogy feltétlenül muszáj, de azért 95 ember az egyébként csak fel. Na, és akkor csütörtökön. 9 órakor.